elkiabáltam a videót, hogy eddig nem állt meg, abban a pillanatban ráesett valami szösznő, és, vagy falevél, nem tudom mi a franc volt, elpöcköltem róla, egyből le is állította a videót. De mutatom, tehát itt sikerült egy ilyen, van egy ilyen villamos síndarabom, meg vasúti síndarabokon szoktam így kalapálni, itt láthatjátok, ennek van egy ilyen vájúja, és akkor ezen szépen kipüfölgettem egyenesre. Láthatjátok, ugye ezt a hajlatot nem kell, mert ennek egy ilyen szánkó ívnek kell lennie itt hátul is, hogy ne akadjon el, és ott elől meg ott van beakasztva a köcök, és akkor egy ilyen kis talpacska van belőle készítve, és akkor itt nagyjából láthatjátok, hogy viszonylag egyenesre kibírtam. Itt tiszta hullám volt itt a luk körül, ugye itt volt rögzítve, itt is. Nagyjából sikerült kikalapálni, hát ennek az volt a lényege, hogy egy ilyen jó 2 kilós kalapáccsal ide-oda forgatva rajta kellett püfölgetni, és akkor húzni, és megnézni, hogy éppen hol van, és a dudort mindig úgy fordítani, hogy fölfel legyen, és akkor lefele kikalapálni. Ugye nem úgy püfölni, hogy utána a másik irányba tovább hajoljon, hanem érzéssel, de viszont azért, tehát ezekhez a kalapácsokhoz nem lehet ilyen kis, úgy mondták régen a öregek a kovács szakmában, hogy ilyen pinapofozóval nem lehet játszadozni, komoly kalapács kell, és a vastagabb anyagoknál akár az 5 vagy a 10 kilós kalapács is. Ez körülbelül szerintem olyan 2 kiló körül lehet, ez ilyen hagyományos régi valami kalapács, ez nem a papának a szerszámgyári kelléke, hanem ezt valahol úgy bogaráztam kukából valahol, ki volt dobva, mert ugye, hogy itt megette a szúhanyelét, de szerintem ezt inkább valami barom ezen furkált valamit, és úgy lukasztotta ki, aztán azt hitték, hogy szúvas, meg hogy el van repedve, és akkor kidobták. Hát én nálam ez most már 15 éve használatban van. Ezeknek a ilyen kalapácsoknak, tehát ilyennel nem szabad már dolgozni úgy, hogy mondjuk egész nap kalapálsz vele, mert szét, ha ugye eleve nem is itt fogjuk a kalapácsot, hanem a végén, mert azt mondták az öregek, ha itt fogod, akkor megfojtod a kalapácsot, hanem azért van neki nyele, hogy ott fogjad lejjebb, de ha valamiért úgy alakul, hogy itt megcsúszik, és ezt elkezded szorítani, főleg jobb kézzel pont a tenyerednél, akkor egy pár ütés alatt, pár ütés után szét fogja verni a kezedet, és szana szét fogja csapni az egészet. Hiába a szefő kesztyűt, az nem igazán jó. Meg egyébként is kesztyűben nem dolgoztak így a öregek, hanem általában puszta kézzel, és akkor ilyen dolgokat lehet kiegyengetni, és akkor nem az a dolog, hogy kidobod, eldobod, és a másik az, hogyha meg sokat hajlítgatod, ugye a mai vadállatok azt is szokták, hogy hajtogatja ide-oda, és nem finoman visszakalapálja, akkor pedig ezt itt elgyengül az anyag, és akkor elhasad, és akkor vagy heggeszteni kell, vagy egy másikat kell legyártani. Itt még most látom, hogy így fölfektettem, hogy egy kicsit itt még billeg, itt van egy kis rés, meg itt ezt még lehet, hogy egy kicsit megpüfölöm, és akkor jön a következő tétel. Hát ezt a csavarodást nem nagyon tudtam belőle kivenni, mert nincs hova úgy fölfektessem, hogy meg is tudjam fogni, és le is tudjam püfölni, mert ahhoz le kéne rögzíteni, és ugye aki már kalapált ilyen nagyobb dolgokat, ezt most ha így megfogod, ez egy picit levegőbe kerül, ha ráküldesz egy kajakot, akkor a kezedre olyat vissza fog rugózni, hogy beszarsz, behugyozol. Tehát kalapálásoknak megvannak ezek a csínyai, bínyai. Ha meg olyan helyen csinálod, hogy úgy szorítod le, és közé tudja csípni a kezed, akkor megint csak a vérhólyag meg lesz, ahol becsípi. Tehát ezekkel észre kell gondolkozni, mert ez a kalapálás is sokan azt mondják, hogy mit csak oda kell verni neki egyet. Hát igen, csak azért tudni kell, hogy hova, mekkorát és mennyit, és hogyan lehet a vasanyagot vissza, vagy visszazömíteni, vagy visszalágyítani, visszapuhítani, vékonyítani, vastagítani. Tehát ezt, akik kovács szakmában dolgoznak, azok értik, hogy miről van szó, a többi ember meg csak püföli össze-vissza, és az sem mindegy, hogy ha valami acélos, akkor már nehézkesen megy, ha meg ez esetleg elhasad, és meg kell heggeszteni, a heggesztést is vissza szokták lágyítani, mert
az fölkeményedik, és hogyha akkor elkezdett hajtogatni, akkor vagy a heggesztés törik el, vagy a heggesztés mellett, amerre a hő elvezetődött, és kiégett belőle a szén, akkor ott eltörik, és hiába egy engetet semmit nem fog érni az egész, mert állandóan el fog törni, vagy pedig úgy föllágyul, hogy állandóan el fog hajolni, és lötyög ide-oda. Tehát ezeknek megvan az edzésnek is a lényege, mert sok ember csak azt gondolja, hogy ilyen ridegre föledzi, bele nyomja a vízbe, és akkor az már edzés. Hát igen, edzés, csak az edzésnek is az a lényege, hogy éppen mit miért csinálsz, hogy ha túl ridegre csinálod, akkor elpattan, ha túl lágyra, akkor meg elhajlik, tehát azzal se érsz el semmit. És ugye itt a alapanyagoktól is függ, a hőfokoktól is függ, az időzítéssel mennyi ideig, melyik részét tartod benne, az egészet, vagy csak azt, amit edzeni akarsz. Ugye például azzal is tévhitben vannak sokan, hogy egy balta, vagy egy fejsze, vagy egy akárminek csak az élszallagot szokták föledzeni, mert ha az egészet föledzed, akkor eltörik, amikor olyan ütést kap. Ezért csak az élét szokták, és hogyha az élszallag pedig föl van keményre edzve, akkor kipattog a széle. Ezt biztos láttátok már, hogy ilyen fűrész fogasra kitörik, amikor követ kapsz, vagy olyan csomót, vagy bármi belekerül a fába, akkor kicsorból egy darab belőle. És ugye ezt lehet ugyanígy elérni, hogyha flexzel elkezditek élezgetni. De nem mindegy, elmentünk ezekkel a témákkal. Ezekkel azért próbálok beszélni, mert mindenféle ilyen dolgokra szükség van a tanyán. És ugye a MF70-nek és az alternáló kasszájának is, ha sima vaskoronggal, csiszolókoronggal nekiállsz megélesíteni a késeket, akkor ugyanide fogsz jutni, hogyha ha valami durva erős koronggal állsz neki, ami jól visz és ilyen jó minőségű, az pillanatok alatt el fogja koptatni, tehát 2-3 élezés is nem lesz pengesor. Ha gyengével, akkor csak baszakodni fogsz, akkor meg nyomhatod, mint a hülye. Mind a kettőnek az lesz a problémája, hogyha nem figyelsz oda, nem lesz benne rutinod, akkor pillanatok alatt megégeti, és akkor ugyanezt fogjátok tapasztalni, mint amit most elmondtam a fejszével. Kitörik, elpattan, elreped, és egyéb más problémákat. Ugye amikor már vörösre-fehérre fölízzik az anyag, amikor elkezd így belilulni, majd ezekről is megpróbálok később, hogyha érdekel titeket, csinálni egy pár videót, akkor ott már általában olyan fölhevülések jönnek, aminél megváltozik az anyagszerkezet, és hát aki jobban ért ehhez, írja le, mert én csak így nagyjából, amiket láttam, meg amiket tanultam, meg hallottam azoktól a szakemberektől, akik ezt tényleg napi szinten csinálták, és ott voltam velük, abból láttam, tehát amikor egy heggesztésnél is fellilul bizonyos anyag, vagy ilyen csiszolásoknál is föllilul, akkor általában azok már el szoktak törni, ridegé válnak és eltörnek. És itt az MF70-nek is az a lényeg, hogy egy csomó olyan dolog van, ami mint a spirálrugó, vagy nem a spirálrugó, a laprugó például az autókon, hogy kemény, de mégis bizonyos terhelésnek mozognia kell. Ha abba beleheggesztesz, például az a talp rész, amire ez is rá van fogadva, ahol a kaszaújjak mozognak, mert mondjuk eltöröd, mert sok embernek szoktam mondani, ne álljál rá, baszki, bírja az, persze egy darabig bírja, aztán, hogyha pont egy olyan ponton megfeszül, megroppan, eltörik, hiába, hogy hát azt mondod, hogy csak egy centis anyag, alul-fölül megheggeztem, ott mindig el fog törni, mert a rugóacélt azt úgy szokták heggeszteni, elvileg nem nagyon lehet, de most már azért vannak rá technológiák, hogy megheggeztik, visszakeményítik, visszalágyítják, aztán utána újra megedzik, tehát ennek van egy folyamata, amit otthon házilag nem biztos, hogy meg tudsz csinálni, tehát jó szakembereknek meg lehet oldani, de annyira macerás, hogyha nincsenek hozzá cuccaid, meg rutinod, meg nem tudod, hogy pontosan mit, hogyan és miért csinálsz, hogy sose lesz jó. Tehát mindig megheggeszted, és ha egy napot tudsz vele dolgozni, akkor jó, de újra és újra el fog törni, mert nem fog működni. És ezeknek ez a problémája, hogy túlhevíted, ezért vigyázni kell rá, és ezért például azok a kaszalapok, ami már bele van heggezgetve, meg el van deformálva, meg ki van belőle pattanva, ez azért nem jó, mert azt nem tudod csak úgy, hogy csak fogod ezt a két furatot, beheggeszted, és akkor újra kifúrod,
mert nem fog működni. Egy ilyen talpnál ez teljesen mindegy, mert igazából egy darab lapos vasból kivágod ugyanezt a mintát, még ha ide heggesztesz is rá egy ilyen kis pöcsrészt, ami föláll, vagy pedig kiflexeled, és akkor ezt fölhajtogatod, akkor ez még megoldható, de itt ennek nem kell, tehát nem kell olyan rugósnak lenni, viszonylag könnyű legyártani, de egy olyan helyen, ahol ez rezgésnek, feszültségnek van kitéve, ott állandóan el fog törni. Hát ennyit akartam így az MF70-nel kapcsolatosan. Most ide visszateszem a két stiftet, mindjárt azt is megmutatom, elég koszos lett, hogy néz ki, leszettem. Átjöttem ide a másik helyszínre. Látjátok, itt a sárba ez eléggé telement. Ugye vizes volt a fű. Mindjárt lepucolom, és akkor mutatom, hogy néz ez ki. Na, hát itt láthatjátok, hogy a drótkefe a barátunk. Ugye azzal mindig le lehet takarítgatni. Ugye ez így van megcsinálva gyárilag. Ezt is, ha úgy van, egy darab lapos vasból le lehet hajtogatni, csak elég vastagságra van szükség. És hát ez megy igazából bele. Itt látjátok, hogy ilyen elütött stiftek vannak benne, talán úgy mutatja a fény. És hogyha minden jól megy, akkor vissza lehet ide kalapálni a lukba. És itt ez még nincsen eldeformálódva annyira, tehát az egész jól visszament. De most erre majd ráütök kalapáccsal, visszaütöm ide a helyére, hogy befeküdjön, és innen alulról meg lesz heggesztve itt a fejrész, és utána lesz csiszolva simába, hogy ez ne akadjon, ne karcoljon össze mindent, és akkor ez elvileg kész is mehet vissza a helyére, és ha nem kell feszegetni, akkor elvileg a lukra vissza fog kerülni a helyére, kap egy önzáró alátétet, és akkor ez működni fog, és jó lesz. Hát igazából ilyenkor sokszor több a duma, ezért tanultam meg heggezgetni, meg egy csomó dolgot így megcsinálgatni, mert tudom, azt láttam nagyon sokat fiatalon, hogy sokszor több idő elmagyarázni, hogy mit kéne csinálni, mintha ott van készen a heggesztő, és előveszed, puff, megheggeszted, van egy satud, van egy mondjuk egy ilyen vasúti sínád, egy kalapácsod, visszakalapálod, és akkor onnantól kezdve mehet tovább, mert ezzel elmész egy lakatoshoz, egy lakatos műhelybe, azt mondod, hogy te figyelj, pötyköld ezt már ide föl nekem, és akkor megy a fikázás. Hoppá. Mindjárt leverem a telefont, mert ugye lecsukódott a fedele. Tehát jön a fikázás mindenbe, hogy hát ezt nem lehet, dob ki, vegyél egy másikat. Most egy ilyen darab szírszar vasér, nem fogsz kifizetni 5-10 ezer forintot, meg akkor szaladgálni több településsel odébb, meg akkor odaérsz, kiderül, hogy meg kell rendelni, kiderül, hogy már nem gyártják, aztán lehet, hogy a lukkiosztás nem ilyen, mert a modernebb valamihez már nem így van a lukkiosztás, amit gyártanak, és akkor azt még megint át kell szabdalni, de nem fogja megcsinálni neked senki. És igazából ott tartasz, hogy első nekifutásnál, ha engeded magad hülyének nézni, akkor fogja a lakatos, azt ott egyből kidobja a hulladékvasba ezt az egészet, hogy vegyél egy újat, ad esetleg egy címet, és ezzel már le is vagy koptatva, és el van intézve a dolog. És amiről ennyit szoktam pofázni, például ebbe a videóba is, hogy a vas és vas között is különbség van. Tehát amik ma vannak vasanyagok, nagyon sok esetben jártam úgy, hogy például itt van ez a csúszka, ez legalább 40-50 éves. Láthatjátok, hogy túl sok kopás nincsen benne, fényesnek fényes, de ezek nem nagyon kopnak. Viszont sok esetben volt, hogy kicseréltem mostani anyagokra, és annak az lett a következménye, hogy egy szezon alatt elkopott, vagy max. Két szezon alatt, aztán lehet kezdeni újra. És akkor itt elvékonyodik, elhajlik, utána már eltörik. Tehát ezek nem mindegy, hogy milyen vasanyag. Most itt az orosz-ukrán háborúra visszatérve, hogy például a papáik annak idején, amik a kéziszerszámgyárban dolgoztak, ott például a oroszoktól hoztak olyan vasanyagot sok esetben, amiből például lehetett nagyon jó baltát, szekercét, meg ilyeneket készíteni, és akkor abból, mert azt föl lehetett úgy edzeni, hogy sokkal-sokkal erősebb lett, mint a bármilyen más országból származó vas alapanyag, amivel dolgoztak. És ugye ahhoz, hogyha hozzá tudtak jutni, akkor lett belőle
egy igazi szerszám, és amikor abból csinálta, ugyanúgy nézett ki egyébként, ugyanúgy be lett nyelezve, ugyanazzal a pirossal meg lett festve a nyélvége, ugyanolyan balta fejlett, ugyanúgy benne volt a vízjel, tehát minden elkészült olyanra, csak azt az anyagot, azt föl lehetett edzeni olyanra, hogy egy ilyen baltával a 3 mm vastag zárt szelvényt két ütéssel, egyet jobbról, egyet balról ki lehetett csapni, és kezedbe adták, el van vágva mondjuk egy kerítésoszlop abban az időben, amikor még nem nagyon volt aggregátor, nem nagyon voltak flexek, nemhogy akkumulátoros flexek, hosszabbító, meg áram se volt a környéken, akkor egy ilyen szerszám az aranyat ért, kincset ért, és ugye sok esetben mondták neki, hogy hát jó, de most akkor nézd meg, hogy mi lett a baltával, az dobhatott ki a fenébe, és ki se volt csorbulva. Tehát több száz oszlopot ki tudtak vele így vágni, esetleg egy kicsit megköszörülte, vagy reszelővel meghúzta finoman az élét, hogyha olyan finomabb dolgot akart később vágni vele fánál, ami egész lehetett vele gyalulni, borotválkozni lehetett vele, olyan élesre meg lehetett fenni. De hát ehhez megfelelő anyag kell, annak az anyagnak ismerni kell a tulajdonságait, és meg kell jól tudni csinálni. És tehát ott az, hogy balta, meg márka, meg hogy milyen márkájú, mert most sok ilyen műanyag szarokat csinálnak, hogy műanyag nyíllel, meg ezzel, azzal. Persze ez tök jó bohóckodni, de arra a munkára, amikor neked ez mondjuk egy 40-50 évre egy célszerszám, és napi 8-10 órába használod, arra nem való. Tehát nem véletlenül az, hogyha láttátok, aki volt katona, azok a szerszámok, akár egy krova, akár bármi, amivel a harckocsikat szerelik, azok a pajszerok, amivel harckocsit szereltek, azok a kalapácsok, balták, amiket ilyeneknél használtak, azok olyan anyagból voltak, hogy az 60-70 éves cuccok is mai napig működnek, ott nem törik el, nem esik szét, nem nyílik ki, nem lazul föl, hanem működőképes, ez azért, mert az anyag minőség olyan, és ezért, amikor megveszitek az olcsó fos kínait, ami most már sok esetben nem is olyan olcsó, akkor meg mindenféle baj van vele, és eltörnek, tehát krovaszáraknál is szoktam látni, hogy itt eltörik nyakba, meg ilyenek, tehát igen, ezekkel csak ilyen kis finom, kis baszogatós munkákat lehet végezni, azokkal a cuccokkal ugyanekkor a méretbe ráhúztál egy csövet, egy 3 méteres csövet, és 5 ember ugrált rajta ilyen 100 kilós ember mérettel, és akkor a krova nem ment szét. Tehát, és nem volt nagy márka, viszont az harckocsi szereléshez volt, hát ott voltak olyan berohadt csavarok, aminél lehet, hogy éppen melegítették a csavar végét lánggal, és úgy ugráltak rajta, és recsegve, ropogva, milliméterről milliméterre ki lehetett tekerni. Hát ezek ilyen dolgok, ezért kell nagyon odafigyelni, hogy milyen szerszám, mire való, és lehet így sok olyan érdekességet összedegetni, ami későbbiekben nagyon jól jön arra, hogy használjad, hogyha használni kell. És például egy ilyen kis kalapács, és arra jó, hogy most ezt a szírszart kiegyengettem, és a 200 kalapácsból szana szét, mert van gépbe, traktorba, csepelteherautóba, fönti konténerbe, ide-oda, amoda elpakolászva, és hogy ne kelljen értem, most egy kettőt kell ütni valamire, ne kelljen érte több száz métert szaladgálni, akkor van benne, és arra tökéletesen jó. Persze, hogyha ha olyat akarok csinálni, meg ilyen tartaléknak érdemes elvinni, mert, bocsánat, csak kicsit ez az esős idő ilyen köhögős rohamokat is hoz. Tehát amikor elmész valamit dolgozni, sok esetben van olyan, hogy ki akarsz verni valamit, akkor oda kell támasztani egy kalapácsot. És akkor úgy tudod kiütni, és egy másik kalapáccsal ráversz. Ugye ilyen helyzeteknél olyan kalapácsot fogsz használni, amit nem sajnálsz, nem fogom a nagypapának a régi jó szerszámait szétverni, mert véletlenül mellé jutsz, akkor a nyelének annyi, lecsúszik róla, akkor kipattanhat belőle darab. Ugye a keményebb anyagok, ne itt láthatjátok, hogy így ki van törve, ezek mind abból, hogy félreütöttek, melléütöttek, olyanokból származik, és ezért szokták mondani, hát milliószor hallottam gyerekként, hogy rendesen a közepével üssél, tehát itt ezzel a részével,
mert ha össze-vissza mellé csapkodsz, akkor kipattan belőle, és akár a lábadba, fejedbe, szemedbe beleáll, és akkor abból csak problémák lesznek. Most gondold el, amikor egy ilyen kis cunder darab kitörik, és ez mondjuk homlokon ver, vagy a melletted állót, aki fogja a vasat, amit éppen ütni kell, mert nem tudnak az emberek kalapálni, mert 10-ből 6-ot a közelébe üt, 3-at meg mellé, és még az se teljes erőből. Tehát én olyan emberekkel éltem és tanultam igazából fiatalként, akiknél, hogyha ha 100-szor oda kellett ütni, ha egyet tévesztettek, akkor már basztatták egymást, hogy te már mellé ütöttél. Hát jó, tudom, hallottam, majd kicsit jobban odafigyelek. De ezt akár megcsinálták 10-15 kilós kalapáccsal is, hogy már erről lehet, hogy beszéltem, hogy én nagyapámmal fogtam a vésőt, mint látjátok így a filmekbe, bele volt állítva a tuskóba, és akkor 15-20 kilós kalapács olyanokat odavert neki, hogy a 100 kilós tuskó fölpattant a földről fél métereket, és visszagörgettük, visszaállítottam a helyére, és akkor megint hátra lendítette a feje fölé, fogta a 1 méternél hosszabb nyelű kalapácsnak a nyélvégét, és háta mögül lendületből olyat odavert neki, hogy mondom, fölpattant az egész. Hát gondolhatjátok azt a rezonanciát, amikor fogod ennek a nyelét két kézzel, és hát amikor lesújt egy ilyen több száz kilós pöröly, borzalmas átélni, ugye akkor még gyerekként belegondoltam, de nem is annyira pontosan, mert megbíztam az öregben, láttam már nagyon sokat dolgozni, meg segítettem én is neki. Én már fordított helyzetben nem csináltam volna meg, akár kicsiket ütögetve, mert biztos, hogy 10-ből 10-et mellé ütök, és lecsúszik, és eltöri egyből a kezed. Ő mindig azt mondta, hogy ne félj gyerek, nem akarlak megölni, hát hogyha mellé csap, ott szétszakad a kezem, tehát többet azt a kezet orvos nem rakja össze. És hát több milliószor csináltuk ezt, sose ütött mellé. És hát ez talán a figyelem, a koncentráció, az akaraterő, amik ma hiányoznak az emberekből. Nagyon sok esetben ezért is sok dolgot nem merek megcsinálni most már, mert nincs olyan társ, akivel mondjuk emelni lehet, vagy kalapálni lehet, vagy bármi. Meg gondoljátok el, csak egyszer mellé ver egy 2 kilós kalapáccsal, és leveri a nagy ujjadat, vagy leveri, onnantól kezdve azzal nem fogsz fogni, mert vagy össze tudja rakni az orvos, vagy nem, de örök életedre ilyen kacska bénak kezed lesz. Nem beszélve arról, hogy beszarsz, behúgyozol a fájdalomtól, ha mellé ütsz. Mert ugye saját magadnak is mellé ütsz vésegetésnél, de hát ez ilyen történet. Na, megint egy kicsit mellé mentem, de hát ezekről azért kell beszélni, mert manapság ezért nem működik egy csomó minden, mert félünk, nincs az a baráti dolog, hogy megbízva, összedolgozva, és ezt jelenti igazából az összedolgozás, ezt jelenti a összefogás, hogy munkába megedződve és összeszokva emberek elkezdenek közösen jól dolgozni, és jól kiegészítik egymást, és hát ehhez bizalom kell. A bizalom pedig csak akkor jön, hogyha sok esetben látod, hogy segítőkész akar és odafigyel. Na hát ezzel búcsúzom, ezt majd mindjárt visszakalapálom, megheggeztem, és akkor megy fel a helyére, ez legalább kész. Ennyi pofázás idő alatt már meg lehetett volna csinálni, de hát muszáj ezeket a kis videócskákat is megcsinálni, én is néha így vissza szoktam nézni, és jó leső dolog ezekről beszélni. Ugyan túl sokan még nem értékelik ezt, vagy már nem értékelik, mert azok az emberek meghaltak, de amikor dolgoztunk és egy picit megálltunk beszélgetni, amíg szusszant az ember, addig ezekről volt szó mindig, és ezek a tanítások voltak azok, amik többet érnek egy egyetemi diplománál, hogyha egy-egy jó szakember ezeket a dolgokat elmagyarázta, és tanultál belőle, és utána következőleg neked nem okozott ez kárt, vagy meg tudtátok oldani, és mondjuk valaki az elvitté egy ilyen kis gépet, vagy egy bármit, egy ásót, egy lapátot, egy kapát, vagy akármit megcsinálta, neked megélesítette, kikalapálta, ha kellett, valahol megheggeztette, vagy föledzette az élét, és akkor onnantól kezdve az neked egy nagyon hasznos dolog volt, amíg kézzel művelték a dolgokat, de ma ugyanez a gépeknél, hogyha egy rotokapának mondjuk megvan edzve jól a kaparésze,
vagy egy ilyen alternáló kaszának jól meg van élesítve, meg jól be van állítva a kasza, akkor nem hagy el úgy, mint ahogy nekem. Csak nekem nincs túl sok időm ezzel foglalkozni, mert ezeket úgy be lehetne állítani, hogy még a hajszálat is szépen elcsapná az összes, de hát ugye azzal rengeteget kéne foglalkoznom, meg megtanulni, hogy hogy kell. Majd esetleg akinek van tapasztalata, az írja meg a komment szekcióba, vagy ha még jobb, hogyha tud róla, csináljon videót, mert ezek nagyon hasznosak azoknak az embereknek, akiknek van egy szétkopott gép, és esetleg csak meg kell csiszolni a talp részeket, és be kell állítani ezekkel a lemezkékkel, hogy ne akadjon össze. Én csak annyit szoktam megcsinálni, hogy amikor elgörbül valamelyik, mert közben fog a új, tehát ezek a vágóujjak befognak egy dróddarabot, egy vasat, betonvasat, vagy betonkövet, akármit, és ott elhajlik, azt megpróbálom finoman visszafeszegetni, ugye ezek acélos anyagok általában el szoktak törni, vagy kitörik egyből belőle darab, mert nem áll meg a gép, főleg a dízelt azt nagyon nehéz lefolytani, ezért olyankor mindig a kuplungnál kell lenni a kéznek, és azonnal le kell kuplungolni. Sok esetben így a nagyobb károkat meg lehet úszni, de hát ezek nagyon fontos tényezők, mert egy rengeteg időt megspórol az ember. Ugye a pörgős kaszánál kevésbé gond, ott csak a késeket kell megélezni, de ott is élethosszartalomba, ha jól meg van élesítve, és nem mész be köves területre, akkor nagyon sokáig lehet jól vágni vele, és könnyedén, és nem terheled a motort, üzemanyagfogyasztásba is csökken, és a alkatrész és szerelési idők is lecsökkennek. Hát ezeket akartam így elmondani, gyorsan ezt megcsinálom, aztán neki kell ugrani még a zubtraktornak is, mert azt is meg kell hegeszteni. Sziasztok!